Haszman Erzsébet pedagógus 6 éve ment nyugdíjba, magyar-angol szakos tanár volt. A festés gondolatával már régóta kacérkodott, de félt elkezdeni a munkát, mivel ezt soha nem tanulta. Tanár voltam, 40 évig kitartottam, ma már ez lehet, hogy hihetetlen. 6 éve mentem nyugdíjba, és magyar-angol szakos vagyok. Garaiba tanítottam, Szekszárdon, és hát az időm nagy részében Tolnán gimnáziumban, innen mentem nyugdíjba. 2 felnőtt gyerekem van, és hát ez a rajzfestés, ez teljesen csak egy ilyen hobbi, tehát nemrég kezdtem 1 éve, úgyhogy még sok mindent kell tanulni. Érdekelt mindig a művészettörténet, tanultam és tanítottam is, de hát féltem elkezdeni, mert nincs semmiféle képzettsége. Aztán egyszer csak elindult, és azóta nincs megállás. Általában fotók alapján fest. Érdeklik a régi épületek, a változó fények, a különböző napszakok hangulatának visszaadása. Szereti az erős színeket, határozott vonalakat. Nem tanultam, nézek ilyen oktató videókat, nagyon sok van az interneten, meg beléptem néhány ilyen csoportba, ahol hozzám hasonló, vagy nálam jobb emberek próbálkoznak a festéssel, azt szoktam nézegetni, az ő tanácsaikat olvasom, egyelőre csak barátok biztatására támogatkozhatom, meg a család, úgyhogy ilyen hivatalos visszajelzés nincs még, úgyhogy ez elég nagy bátorság volt, hogy én ebben belevágtam, de hát biztattak. Az alkotó szerint minden embernek fontos, hogy mit gondolnak a munkájáról. Ezért a barátok biztatására kikerültek a képek a fiókból. 4 fő téma köré csoportosíthatóak ezek az alkotások. Az egyik, amit már mondtam, Korfu, a másik Tolna. És aztán vannak képek a nagyvilágból, illetve a természetnek a különböző kisebb-nagyobb csodáit rajzolja meg, vagy festi meg, és ezeket ábrázolja. Szerintem a bármilyen alkotó művészt meg lehet ismerni a képei alapján, és hát nagyon sokat beszélgettünk mi régen arról, hogy amikor az embernek majd lesz ideje, akkor mit csinálhat, vagy mit tehetne, és hogyan valósíthatja meg azt, amire nem volt ideje, amíg aktívan dolgozott. És akkor többször arról beszéltünk, hogy esetleg írnia kéne. De az ember nagyon sokszor fél attól, hogyha végig az élete során a nagyokat tanította a szakmájából adódóan, hogy el tudja érni azt a szintet, amit azok, akikről beszélt, illetve hogy ismeri a saját, szóval felismerni a saját hibáit, és nem biztos, hogy abban úgy meg tudna nyilatkozni, mint egy számára úgymond idegen művészeti ággal kapcsolatban. És ez a választott művészeti ág ez olyan, hogy ebben akár mer hibázni is, hiszen nem ezt tanította, és ahogy ezt elsajátította, az egy autodidakta módon történő tanulás volt. A tárlatot Bauer Szilárd színvonalas gitárjátékával színesítette.